20 éve, 2001. márciusában pusztította el a Beregi térséget a tiszai árvíz. A katasztrófa kialakulásának két komoly oka volt. Egyrészt három nap alatt 132 mm eső esett, közben pedig elolvadt a Kárpátokban a hó, ami további 70 mm csapadékot jelentett. Tivadarnál másodpercenként 4200 köbméter vizet mértek. 20 évvel ezelőtt még nem működtek olyan előrejelző rendszerek, amelyek segítségével megakadályozhatták volna a hatalmas károkat. Most azon dolgoznak szakemberek, hogy többé ilyen pusztítást ne kelljen átélni a térségben élőknek. Az a projekt egész célja, hogy a legmodernebb technológiák, műholdfelvételek, drónfelvételek, 3D-s technológiák segítségével modellezze azokat a körülményeket, szélsőségeket, amelyek előfordulhatnak egy-egy időjárási helyzet kapcsán, és felkészítse helyi szervezeteket, államigazgatási szervezeteket, katasztrófavédelmi szervezeteket arra, hogy hogyan reagáljanak egy ilyen esetleges helyzetre. Rozinka Zsolt, a megyei kormányhivatal főosztályvezetője azt mondta, a fejlett technológiáknak és a nemzetközi szinten összehangolt közös munkának köszönhetően a Tisza folyó menti földcsuszamlások érthetőbbé válnak. A térségben több olyan terület ismert, amelyeket a szélsőséges időjárás következtében komoly veszély fenyeget. Például Kassa külvárosába meddőhányók töltéseknél az emberi beavatkozás hatására alakultak ki a területek, ahol nagyobb csapadék esetén ezek a felszínek elmozdulhatnak, veszélyeztethetik a vízbázist, emberi életet, épített környezetet, illetve ha a legtipikusabbat nézzük, Aknasz Latinán a sóbányászat után fellépő karsz jelenségek beszakadásokat okozhatnak ott is, mind a turisztikára, mind ivóvízbázisra, mind az épített környezetre kihathatnak. De akár Magyarországon is, ha megnézzük, a Tiszának a bevágódása nő, és a magas partok leomlásával területek pusztulhatnak el. A szomszédos országokkal közös együttműködésnek köszönhetően a kárpátaljai Huszton meteorológiai állomás is épül. A veszélyes folyómenti szakaszok feltárásáról, ezek folyamatos ellenőrzéséről internetes felületen is tájékozódhatnak majd a szakemberek. Az oldalt a lakosság számára is elérhetővé teszik.